2014. novemberében ért véget az áldozatsegítés komplex mintamodellje elnevezésű uniós forrásból megvalósított Tolna megyei program, amelynek keretében a rendőrkapitányságokon 2 évig dolgoztak áldozatsegítő munkatársak. A pályázat lezárulta után keresték a megoldást, hogyan folytatódjon a program. Pakson országosan egyedülálló módon önkormányzati köztisztviselő végzi majd a feladatot a rendőrség kezdeményezésére. Fontos volt, hogy az áldozatsegítés helyben történjen, ott, ahol a sértettek megjelennek, és ezek a rendőrkapitányságok. A megye területen különböző módon valósult meg a folytatás. Az önkormányzatok segítettek, volt, ahol egyébként pénzt adtak a folytatásra az áldozatsegítők bérének, volt, ahol közfoglalkoztatottak, látták el és látják el ezt a feladatot. Pakson pedig mostantól egy köztisztviselő látja el ezt a feladatot, aminek nagyon örülünk. A polgármester, illetve a képviselőtestület támogatta azt az elképzelést, hogy Paks foglalkoztat egy áldozatsegítőt. A város áldozatsegítő munkatársa a rendőrkapitánysággal és a megyei kormányhivatallal együttműködve látja el feladatát. Emellett önkormányzati munkatársként közreműködik szociális ügyekben, a bérlakásgazdálkodás és például a hajléktalan ellátás területén is. Megállapodtunk abban, hogy minden hét szerdáján 8-tól 12 óráig a kapitányságunkon, és egyébként meg majd lesz egy olyan nyilvános szám, amely a hét másik napján az áldozat segítésre szoruló személyek fognak majd támogatást kapni, ha kell egy nyomtatvány kitöltésében, ha kell azonos krízis helyzetben, pénzügyi segéllyel, és nyilvánvalóan mi egy olyan munkát vállaltunk fel most már közösen, ami elsődlegesen nem a rendőrség és nem az önkormányzat feladata, hanem arra hivatott szervé, viszont hogy helyben is gyorsan jön a segítség. A hét többi munkanapján a közterület felügyelet piactéri irodájában találják meg Erdélyi Gabriellát, aki, mint azt elmondta, fontos feladatának tekinti a prevenciós munkát, és nem csak az iskolákban. Több sértetti csoportról beszélhetünk, kiemelném az időseket, a nőket, a roma kisebbséget, tehát hogy ővelük is így felveszem a kapcsolatot az őket képviselő intézményekkel, és szeretnénk együtt dolgozni. Az új áldozatsegítő szakember telefonos elérhetősége rövidesen megtalálható lesz a város és a szociális intézmények honlapjain, plakátokon. Feladatkörét várhatóan kistérségi szinten látja majd el Erdélyi Gabriella. Az új együttműködésről szóló megállapodást február végén írja alá hivatalosan az önkormányzat és a paksi rendőrkapitányság.